Sziasztok! Ha továbbra is szeretnél tőlem élőadásokat nézni nap mint nap, kövess be a Facebook csatornám, ahol szinte minden nap van élőadás. Vasárnaptól csütörtökig várok mindenkit szeretettel délután 5-től 9-ig, kivéve kedden, mert akkor délben kezdek. A követés nagyon egyszerű. A böngészőbe írd be, hogy www.facebook.com/jusumusu, majd az oldalamon a követést és a like gombot se felejtsd el megnyomni, hogy biztosan kapj értesítést. Minden egyes követést nagyon szépen köszönök, remélem sokatokkal találkozom, valamint ha ez még nem lenne elég, visszahoztam a 25 követőnkénti nyereményjátékot, ahol kis szerencsével jobbnál jobb játékokat nyerhetsz tőlem. Megtalálsz Instagramon is, Kukac/Jusu TV néven, találkozunk délután 5-től már Facebookon. A videóhoz pedig jó szórakozást kívánok! Fölveszünk. Legyen. Jó. Ha nem, igen? Akkor csináljuk azt, hogy ledoblak a szikláról. Igen. Aztán megpróbálod legközelebb is. Jó, rendben. Jó? Oké. Okay. Készen állsz? Persze. Figyelj már, szét kéne kapnod a fiút. Menni fog? Megoldul. Van nálad fegyver? Nincs. Jó, semmi nincs nálad érték? Hát, maximum egy kis apró. Jó, oké. Okay. Add át, és akkor nem fogod elveszteni. Szarul áll, akkor ledurrancsom az új gyereket? lehet. Nem oszlott. De figyelj már, te jobban verekszel, mint ő? Nem tudom. Melyik kötök itt a házi bajnak? Szerintem menjen ő. Menjen ő. Jó. Na, fater. Megbízhatok benned? Meg tudod csapni a fiút? Hallod, szerintem lefagyott a félelemtől ez az ember. Ilyen emberem van nekem? Hát beszarik egy ötmentől. Halló? Megoldjuk, mondom. Jó van. Mássé neki, akkor aztán csap meg. Na, hadd szóljon! Az igen! Figyeld már! Ajaj! Tudja, hogy kell. Hajlom. Tudja, ügyes a fiú. Ez tetszik. Na, hát így legalább lehet tudni, hogy mi fánterem itt a dolog. Az igen, gyerekek! Milyen izén bunyó van itt kikerekedőben? Hát lehet a szöszi fog nyerni! Azaz! Adjál neki! Na még egyet! Azaz! Ne hagyd magad! Hát mennyi élete van a fiúnak? Hát milyen sokáig megy már a bunyó, nem? Ez itt nagyon sokáig tartunk egy bunyó. De durva! Na hát erre kíváncsi leszek! Elkezdem minket lőni, folyamban. Figyelj, hogyha nagyon jól áll a izé, szöszi, akkor kinyírjuk. Jó. Hát milyen jó, figyeld már, milyen mozgás van. Ne, hagyjad. Megígértük, neki legyen így. Ha megveri, akkor fölvesszük. Ha nem, akkor ennyi, meg ennyi. Ledobjuk a hegyről. Semmi. De milyen jó hajolgat, figyeld már. Ja, még hasznát is tudjuk venni. Ügyesen csinálja se. Nem rossz. Azt a betyárját. Ezt nevezem. Hoppá! Hát ma, pedig ügyes volt, technikás volt a fiú. Igen. Nem volt rossz. Jövök érted, a másikkal egyet elütöttem. Az igen. Hát ők kiszedtek. Na, azt látom, már nem... De miért nem lőttél rájuk, basszus? Lőttem. Hát de nem lőttél. De bazd meg, de miért belém? Hol az itt, baszki? Basszus! Nem vettem észre a csávót. Szép volt. Jó, én nem tudok már lőni, mert az nem lenne RP-s! Meghalok! Kis piszkos pénzem, azt gondoltam, hogy odaadom neki. Ja? Ha? Én nem tudom, hogy hol a főnök. Tony, azt nem tudod, hogy mikor jön? Az ki? Á, barátom. Ja? Én nem, nem tudom. De hol a főnök? Hát akkor lehet, hogy kint van valamerre. Figyelj már! Igen? A főnökkel kapcsolatban, te nem unod már egy kicsit a csávót? A főnök? Hát szerintem nem, szerintem nagyon nagy arc. Nem, azt szerintem meg köcsög amúgy. De ezt nem mondd már el neki. Jó, akkor ez a kettőnk titka marad. Mert nem tudom, szerintem kicsit ilyen szemét már, nem? Te nem úgy érzed? Hát szerintem nem. Szerintem nagyon bunkó lett. Régebben jobb arc volt. Hát igaz, picit szigorúbb lett, de...
Hát ennek a csapatnak lehet, hogy megéri. Hát jó, csak ez a sok bunkóság, meg mit tudom én, ez így nem tudom. Nekem nem jön. Hát az meg szerintem belefér. Hát jó, csak szerintem hát ki kéne rugatni, nem? Hát szerintem nem. Rugassuk ki a picsába. Hát, figyelj, már kette-hárman benne vannak már. Hát akkor... Ja. Hát én nem leszek benne. De, gyere te is, jó lesz. Hát kirúgjuk a francba. Most az én a streamer meg ilyenek ki a bánatot érdekel. Streamer? Aha. És az mi? Hát az ilyen... streamer. Ilyen telefonos téma? Aha, Discordos. Ilyen applikációs. Aha, aha. Most nézem, aha. Aha. Rúgjuk ki a picsába. Hát én nem szeretném. Én bírom. Jó van, de téged is ki fog egy idő után rúgni. Igen? Mhm. És megkérdezted volna, hogy miért? Hát mert... ha ő úgy tartja kedve, akkor kirúg. Ja. Majd igaz. Én szóltam neked, majd figyeld meg. Hát jól van. Azért köszönöm, hogy szóltál. Nincs mit, nincs mit. Szólják főnöknek, hogy keresed? Igen, azt megköszönöm. Mm, jó. Mindjárt szólok neki. Oké, oké. Ciao. Te szia faszom. Jó, Istenem. Várjátok, visszajövünk. Figyelj. Szerinted tudja, hogy én vagyok az amúgy? Én nem vagyok benne biztos, hogy tudja. Várja. Na cső! Na haló? Szia főnök! Mondták, hogy keresel. Igen. Hát meg valamit mondanék. Mit? Bent volt itt egy fekete sisakos és ki akarnak rúgni. Kit? Téged. Hát a főnököt ki akarnak túrni szerintem. Micsoda engem? De ez maradjon kettők köz. De ki volt, azt megismered? Hát egy ilyen fel... hát úgy néz ki, mint te, meg én. Csak volt rajta egy fekete sisak. Szerintem nem tudja. Fekete sisak? Ilyen motoros. Megismered a hangjáról? Hát nagyon hasonlít a hangodra. Akkor az szerintem Tony volt, neki hasonlít rá. Igen? Uh-huh. Hát akkor Tonyval el kéne beszélni főnök. De miért? De miért? Mit mondott neked? Az, hogy ki kéne rúgni a főnököt. Ezt mondta? Hát igen, mert 2-3 ember benne van már, és engem is rá akart venni, de hát én a főnök mellett állok. Az durva. Meg azt mondták, hogy ki akarsz rúgni. Igen, miért akarnának kirúgni? Nem tudom, azt mondta az a sisakos, hogy előbb-utóbb ki fogsz rúgni. Uh-huh. Az kemény. Figyelj már, menjünk már ki, keressük már meg ezt a csávót. Jó van. Szerintem nem vette észre az idémet amúgy. És ha megvan aztán box, leboxoljuk vele? Hát figyelj, ez a minimum, hogy te fogod meg kinyírni. Ki vitt kit? Konkrétan ő itt engem? Vagy én vittem őt? Hát nem tudom, hogy fönt legyen, fönt vagyok. Uh-huh. Na jövök, várjál. Mi a neved? Mi a neved fönt? Rádió? Joker. De te vagy az Joker, aha. Bazd meg. Faszom. Most nem tudtam igazából eldöntöm, és te hűítesz engem, vagy én hűítelek téged konkrétan. Hát folytattam tovább a ICT-t, próbáltam minél jobb a kihozni. De várjál, de amúgy te tudtad, nem? Persze tudtad. De hát jó, a sűsaka érted. Faszom. Én azt hittem először, azt hittem, hogy tényleg nem tudod. Ja, dehogy nem tudtam. Picsába, mindig elrontod a játékot. Kérem, tegye fel a kezét, fordítsa nekem hátat. Bocsánat, biztos úr, még annyit megkérdeznék, hogy egyéb fájdalmak, érzések vannak-e az úrnak? Uram, nagyon-nagyon fáj a lábam. Iszonyatosan nagyon durván fáj. Az a helyzet, hogy legalább kaptam egy tálat oda, és most köszönöm, hogy ellátta a sebeimet, de nagyon-nagyon szédülök, ez így nagyon nem lesz jó, nem sokára össze is fogok esni. Uram, valamit csináljon, mert mindjárt el fogok ájulni. Uraim, el fogok állni. Kérem, kísérjék be a kapitányságra, le tudjuk ültetni, és át... Kórházra van szükségem. Segítselek nekem. Jogom van kórházba menni. Uram, amit mondtam. Meg fogok halni. Mentőt, rendőr kísérette. Mentős úr! Jézus Mária! Meg fogok halni.
Kérem, vigyél be a kórházba. Annyira csak? Nem komoly a helyzet. Hát, ha magában lenne egy tárgolyó, maga is így gondolná. Jaj, hát ebből már nem látok ki. Érem, mit keresedni? Hát itt vajták, akartam szólni az úrnak. Aha, hogy jó, itt vajták a cellajtát. Most azonnal. Ajtát. Rendben, már megyek is. A betyár minden itt. Ez nem volt jó döntés. Igen, igen, tisztában vagyok vele. De hát uram, hát egyedül éreztem magam. El kell mondanom magának valamit. Tényleg? Nagyon félek. Nagyon sajnálom. De hát ez most... És kit adnak értem cserébe? Mert én nem érek egy fapatkát sem. Ha tehetem, inkább megmenteném azt az embert. Pont azt fogja tenni most. De jó, akkor hős leszek? Mindenféleképpen. Mondja, mit kell tennem, és megteszem. Szállj fel a motorra! Ne bántson, ne bántson! Szállj fel! Ne bántson, uram! Szálljál fel most! Ne bántson! Biztos úr, segítsen! Szálljon föl, vagy meghal. Nem az hatás, szerintem a kocsiba vigyük, Biztos úr! Motoron veszélyes. Nem az hatás körül. Elnézést. Biztos úr, segítsen! Hogy de ügyesek voltatok! Tudjátok, a végkutya az jó kutya. Szavasztok! Jó napot kívánok, főnök! Na, ki kér egy nagy tejfölöst? Jó. Senki. Hey, tessék! Na nézd meg! Aki kapta Marta? Basszus! Öha. Ez kemény és vagy. És mikor én hogy vezetek? Haver! Hát van saját sávod, nem tesó? Hát ezt mindjárt elrablu... Fogjuk csak meg a csávó. Tetőn vannak a rendőrök. Vigyázzatok lenne a földön. Hú basz, ajjajjajjaj, de skacok. A tetőt miért nem intézitek el? Hát ott vagytok a tetőn, miért nem vagytok fönn a tetőn? Meghaltatok? Hát nyilván, hogyha a tetőről ülnek le, ahol azt mondjátok, hogy ti vagytok. Ne! Nehogy felszedjél! Ne szedj föl! Próbálnak. Ne! Húzd az időt! Ha van szíved! Melyiket? Nehogy felszedj! A másikat! Oké, még ott a túloldali felesség. Igen, azzal kell foglalkozni, a túloldalival. Merre mutassa? Merre? Azt a kurvát, azt megúsztuk. A izébe kéne majd bemenni a tuningoshoz. Együtt Laci, Lacikám, nagyon szépen köszönöm Fater a támogatást, és Isten hozott itt a csatorna támogatók között. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, Laci, és nagyon... Szépen köszönöm. Nem tetszik nekem egyébként, hogy megint kiesek az autóból, ez megint ilyen módos dolog lesz szerintem. Ez ki ez a csaj? Azt a betyárját, kicsit férfias. Jó Isten, ez te vagy? Eszti? Hát de hogy lettél fehér? Hát néger voltál. Itt a nyelvé. Átlasszik azt a tovább. Rendőrök miatt. Rendőrök miatt. Miért? Rendőrök kifehérítettek? És akkor kifehérítetted magad? Olyankor igen. Az. Kifehéredek. Hát öltözök, fekete leszek. És miért van férfi arcod? Hát... plasztikáztatni kéne ma. Atya úr is. Öt, hogy az mi? Hát mindenki öltözök. Most ugye, melegcő. Mi a baj? Nézzem meg a öltözékeket. Az igen. Na, egyre jobb. Na, még én még... Mök kívánlak itt benneteket, itten a rablás közben. Mit szeretnél? Ez na, igen. Kitől mit szeretne? Jézus, hát mindenkitől mindent is. Akkor nem lehet csúgyában. Meghal. Olcsóját. Hülye gyerekeknek? Nem folytattam, de... Hallod, ez jó az a tank. Fassa. Az durva, hogy fejbe lehet kollintani valakit ezzel a cuccal. Ez nagyon kemény. Még egy szót szólsz és... Parancsol. Oké. Okay. Na, akkor maradtál te? Maradtál te? Szóval megkérdezlek téged is. What? What the fuck? Ha életben szeretnél maradni, akkor mondjad meg szépen, hogy mit csináltok ti erre. Énekeljél valamit, de nagyon gyorsan. De nem tudok semmit. Kiskacsa fürdik. De nem jártam is. Három. De ne! Kettő. Semmit mondom. Komolyan kihívott egy mentőt, bassz meg. Csávó nagyon néz fel a tetőre, amit nem értek, hogy miért egyébként. Mentőt próbáljátok megállítani, hogyha jön. Azt a kurva!
Jézusom, mi van itt? Most sokan vannak? Átlaggol a szeró, mint az állat! Egyszerűen nem lehet, megnyomtam 5 perc a motozást. Van nálad kokány? ja. Gyorsabban leszek? Gyorsabban fog futni? Hát meg... Ó, te fiú, hát szedi a lábát! Annyira nem. Csak megnyomta. Meghaltál? Legfelé. Kérd meg maszkért. Nem, mert ütött belém. Szerintem Tony van ott veled. 29-es idős. Ne ütöges! Az nem én vagyok. Nem tudom melyik majom. Fekete sisakos, és így ütlegel mindent. Hát Eszti, fogd meg, azt lőd le! Mivel? Hát akkor menj rá! Csak nehogy elővenni egy fegyvert is, illetve lelőjön. Cseznek, ha még egyszer belém üt. Esküszöm fejbelőlek, mostantól számolok. Egy, jó, kettő, ok. Azért van nálam három, az ilyen emberek. Négy, miatt, tudja, öt. Sokan vannak. Oké. Okay. Hát az nem volt jó indok. Nem volt jó indok. Eltüntettem a nyomokat. Jó van. Kocsold meg jól. Még a kocsira még lehet kellett volna. Jó, á, lesz nem. Az úgy elég. Jó volt. Imádom, amikor ezek a csávók folyamatosan jönnek utánam random indokkal egyébként. Ezek a feketések erre majd még így, nem tudom, de ez így nem oké. Tehát folyamatosan nem engéznek kifele amúgy. Aha. Jézusom! A másik, hogy három mentős itt van! Ki lőtt le? Mert megint engem lőttetek le, bazd meg! Nem, hát... Lopják az asszonyt! Íj, az kemény! Jó, ezt a bingot utálom. Ez most komoly?